A diák munka a közhiedelemmel ellentétben nem kizárólag idei munka, tehát nem csak nyáron tanítási szünetben végezhető. A hallgató jogviszonnyal rendelkezőket egész évben foglalkoztathatják a cégek. A legtöbb vállalkozás, aki diákmunkások segítségét veszi igénybe, ezt azért teszi, mert a nappali tagozatos hallgatók után, amennyiben őket iskola szövetkezeten keresztül foglalkoztatják, a munkáltatói járulékok mértéke lényegesen alacsonyabb. Így a hagyományos munkavállalóknál alacsonyabb óradíjért tudják a diákokat foglalkoztatni. Az iskola szövetkezetekkel együttműködő cégek kizárólag a teljesített munkaórák után fizetnek, így nem kell fizetett szabadsággal, betegszabadsággal, fizetett ünneppel vagy felmondási idővel számolniuk. A legtöbb esetben a diákok órabérben dolgoznak, mivel nem mindig van szükség teljes idejű foglalkoztatásukra. Diákmunkát 2015. június 20-ától már nem csak aktív nappali tagozatos jogviszonnyal rendelkező hallgatók vállalhatnak, hanem a rendelkezés kiterjesztette a passzív nappali tagozatos jogviszonnyal rendelkezők számára is ezt a fajta munkavállalást. Itt van a nyár, érdemes tehát beszélni arról, hogy ki vállalhat milyen munkát a nyári időszakban, hogyha diák. Vendégem Könyves Viktor, a Fürge diák régióvezetője. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Szóval jön a nyári szünet, és van, aki nem csak vakációzni szeret ilyenkor, hanem szeret dolgozni is, vagy kénytelen dolgozni, hogy aztán megkeresse a vakációra a pénzt. Hogyan indul a szezon, milyen lehetőségek között választhatnak, és milyen diákok, kik azok, akik önökhöz fordulhatnak? Szokás szerint már a diákok nem várták meg az iskola végét, hamarabb elkezdtek az irodánkba bejönni és jelentkezni a nyári munkalehetőségekre. Egészen 15 éves kortól lehet dolgozni, de itt csak a szünetekben lehet. 16 éves kortól szülői engedéllyel ugyanúgy, már nem csak a nyári szünetben, hanem iskola időszakban is lehet egyébként dolgozni, és 18 éves kortól pedig szülői engedély sem kell rá, és egész évben tudnak dolgozni a diákok. Melyik a legnépszerűbb munka? Áru feltöltése, vagy a telefonos munkák? Mi az, amit szívesen választanak a diákok? Hát itt Nyíregyházán nagyon népszerű a Lego. A Legónak vagyunk a stratégiai partnere, és oda közkedvelten szeretnek járni a diákok, tehát nagyon sokan úgy jönnek be célzottan, hogy ők a Legóba szeretnének menni dolgozni. Ott mit lehet csinálni? Ott a legnagyobb munkaerőigénye a Legónak a csomagolás, tehát gyakorlatilag a kész termékeket már dobozokba rakják be, azokat pakolják össze, szállításra állítják össze a raklapokat. Van-e még kedvenc munka a Legón túl? Hát nagyon szeretik a diákok a nyári idény munkákat is. Lehet, hogy ha az időjárás kedvez nekünk, mert most nagyon rájár a rúra mezőgazdaságra, akkor lesz málnaszedés, azt kedvelik a diákok, és egyéb ilyen konzervgyárakban is szokott munka lenni, a hűtőházakban, ahol szintén a mezőgazdasági termékeket ugye csomagolják. Akkor kezdjük ott, hogyha valaki úgy dönt, hogy szeretne dolgozni, és elmúlt 15 vagy 16 éves, akkor és bemegy egy ilyen irodába, akkor mit vigyen magával, mit kell ahhoz tenni, hogy valakit fölvegyenek valamelyik céghez? Ha érdekli a munkalehetőség, azt javaslom mindenkinek, hogy internet közelben regisztráljon a honlapunkon, tehát ezt meg tudja tenni már otthon is, vagy az iskolából. Ott meg tudja adni azokat az adatokat, amik a munkavállaláshoz szükségesek, milyen munkát szeretne, és tud is válogatni a munkáink közt. Ha célzottan érdekli egy munka, akkor ott tud is rájelentkezni, és mi felvesszük vele a kapcsolatot, és behívjuk szerződéskötésre. Ha szerződéskötésre kerül a sor, akkor a személyes papírokat kell magával hozni, személyigazolvány, lakcímkártya és adókártya, ami nagyon fontos, mert a 18 év alattiaknak még nem mindenkinek van meg az adókártya, tehát azt előtte ki kell kérni a NAV-tól. Az mindenféleképpen szükséges ahhoz, hogy be tudjuk őt jelenteni. Hogyha bejött, megkötöttük a szerződést, és itt, hogyha 18 év alattiakról beszélünk, akkor hozni kell a szülőt is, mert a szülő beleegyezése is kell ahhoz, hogy dolgozni tudjon. Írásban elég, vagy ott személyesen ott kell? Ott személyesen kell, mert neki is ki kell tölteni pár adatot, és végül alá kell írni a munkaszerződést. És akkor ilyenkor a diák az iskola szövetkezettel van kapcsolatban, vagy a diák szövetkezettel, vagy azzal a céggel, ahova megy majd dolgozni? Velünk van kapcsolatban, tehát tagunk lesz, a szövetkezetnek a tagja lesz, és mi közvetítjük ki a partnerhez, ehhez kap majd egy külön munkaszerződést, hogy annál a partnernél dolgozhat, és milyen feladatai vannak. A rendes munkaerőpiacon ugye általában 1-2-3 hónapra, vagy határozatlan időre terveznek, nyilván itt egészen más a helyzet, lehet 2 hetet is dolgozni, ha valaki úgy számol, hogy neki elég lenne 2 hét is, vagy mi az a legkisebb időszak, amit lehet vállalni? Lehet, akár 1 napot is lehet vállalni. Mi javasolni szoktuk, hogy mivel általában több
diák van, aki szeretne dolgozni, mint munkalehetőség, preferáljuk azokat, akik több időszakot vállalnak be a nyáron is. És akkor mi az általában mennyit szoktak dolgozni a diákok? Mennyi időt? Vannak olyan diákok, akik végig dolgozzák az egész nyarat, de az ilyen 1-2 hetes munkáktól kezdve a párnapos munkalehetőségekig minden előfordul, mert van olyan diák, aki bejön, hogy ő végig szeretné dolgozni a nyarat, és kipróbálja a munkavilágát, nem tetszik neki 2 nap után, és inkább megy a strandra. Akkor beszélünk kicsit a pénzről is, mennyit lehet itt keresni, ahhoz képest mondjuk, hogy amit mondjuk keres egy simán egy akár a Legónál bejelentett munkavállaló, hasonló munkakörben. Gyakorlatilag a diákokra is a munkatörvénykönyve vonatkozik, tehát 639 forint bruttó forintot óránként meg kell keresniük. Ugye a 2016-tól most már nekik is csak 15% SZIA jön le a fizetésből, és nekik egyéb más járulékot nem is kell befizetni. Tehát gyakorlatilag, hogyha nézzük, ők bizonyos esetekben jobban keresnek nettóban, mint egyes felnőttek. Aha. 2016-ban tehát változás volt ez, amit most említett, hogy 15% most már ugye az SZIA, emellett volt-e még valami változás, vagy várható-e még az, hogy úgy olvastuk, hogy szeptembertől némileg változik a diák munka? Igen, az év második felében várható változás, ennek a részleteit pontosan még nem tudjuk, de arról fog szólni, hogy a diákoknak is jár majd fizetett szabadság. Azt gondolja, hogy marad ezek után, a változások után is inkább a nyári, vagy a szünetben lévő munka lesz az, ami divatosabb lesz a diákok körében, vagy egyre inkább szívesen vállalnak a vizsgai időszak, vagy a szorgalmi időszak alatt is a hallgatók mondjuk munkát? Én úgy gondolom, hogy egyre közkedveltebb az évközbeni diák munka is. Mi is arra sarkaljuk a diákokat, hogy jöjjenek dolgozni évközben, hisz az iskola után az első munkahelyen most már azért az egy fontos tapasztalatnak számít, hogy ők dolgoztak diákként. Úgyhogy én minden egyes diáknak azt javaslom, hogy ha tud, van szabad ideje, akkor jöjjön el és dolgozzon. Tehát szeptember-októberben általában akkor az ipar újra megindul, készülnek a karácsonyra, és nagy létszámban kellenek akkor is diákok, úgyhogy tudom nekik javasolni, hogy jöjjenek, jelentkezzenek, mert lesz munka szeptember-október-novemberben is. És akkor önök gyakorlatilag garantálják azt, hogy minden egyes jog meg lesz, ami jár a más munkavállalónak, és a pénz is meg lesz, azt is önöktől fogja. Így van, tehát közvetlen velünk állnak szerződésben, mi utaljuk nekik a fizetést. Ugye ön régióvezető, tehát nem csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében foglalkozik ezzel, hanem más megyékben is. Mennyire jellemző ezekben a megyékben az, hogy a diákok ezt választják? Tehát mondjuk hány diákkal állnak kapcsolatban jelenleg, nagyságrendileg? Hát számokkal nem készültem, rengeteg diákkal állunk kapcsolatban, tehát... Ők melyik az a megye, ahol legaktívabbak, a legtöbb munka van? Én most úgy látom, így az észak-kelet-magyarországi területen, hogy itt Nyíregyházán a legaktívabbak a diákok. Szóval akkor ők, akik legszívesebben dolgoznának ez. Jó, rendben van, akkor van-e még valami olyan terv, amiben, tehát mondjuk olyan cég, amit kinéztek mondjuk önök maguknak, és ahol esetleg a jövőben várható, hogy szintén lesz diák munka a már említetteken túl? Hát ami úgymond szerintem újdonság lesz, az egyik cégünk itt Nyíregyházától nem messze, ő fogyasztott élelmiszereket csomagol, ott most nagyobb létszámban lesz nyáron szükség a diákokra, úgyhogy várjuk a jelentkezőket. Köszönöm szépen, hogy vendégünk volt, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Köszönöm én is.